Ideális helyszínen, a Dunakömlődi faluházban rendezte meg az első nyílt Steel Darts bajnokságát a Paksi Egyesület. A pénzdíjas megmérettetésen a klub tagokon kívül amatőr hobbi játékosok is indulhattak. A résztvevők száma az első fordulóban meghaladta a 40-et. Nagy munkával sikerült összeállítani egy 12 lőállásos táblasort, ami azt jelenti, hogy akár 100 fő is versenyezhet, tehát 100 körüli versenyzői létszámot is elbír ez a táblasor. Az első fordulóra 41 játékos jelentkezett, viszonylag távoli helyekről is érkeztek, Darányból például, Kiskörösről, Dunaújvárosról. Főként olyan helyekről, ahol már mi is jártunk, és nagyon jó versenynapokat töltöttünk az ő szervezésükben. Most azt mondom, hogy mi magunk lehetünk a házigazdák, és nekünk is egy ilyen kis erőpróba ez, hogy mire vagyunk képesek. Én bízom benne, hogy sikeres lesz ez a mai nap mindenki számára. 41 főt, ugye 8 csoportra tudtuk besorolni, az azt jelenti, hogy 5-ös és egy 6-os csoport vesz benne részt. 4 továbbjutó van, és aki fölötte van, az kiesik. Ez azt jelenti, hogy ugye 8x4 ember az felkerül egy 32-es főtáblára, ahol már egyenes kiesési szakasz van, és ott feleződnek az emberek abban a rendszerben, egészen a döntőig. A döntőig való eljutásig növekszik a legszám, és ott már egy tartalmas, komoly összeütközést láthatunk. Steinbach Máté sikeresen jutott túl az első körön, csoportjában minden meccsét megnyerte, és mint később megtudtuk, a folytatás is jól sikerült számára. Több profit is maga mögé utasítva a második helyen végzett. Én először a televízión keresztül lettem kapcsolatban a dárccal, akkor egyik világbajnokságot néztem végig, és eléggé magával ragadott az a hangulat, meg az a körítés, ami körülveszi ezt a sportot. Az első versenyen pedig 3 éve télen indultam el Szekszárdon, és azóta, ha időm engedi, akkor havonta egy-két versenyen ott tudok lenni. Ugye én nem vagyok profi dárcos, tehát hobbi szinten üzem, egyébként focizom, úgyhogy innentől igazából minden meccs ajándék, és igyekszem élvezni a versenyt. A mentális képességek azok abszolút előtérben vannak, fizikálisan úgy gondolom, hogy talán kevésbé kell megfelelni, mint mondjuk a labdarúgásban, de egyértelműen az, hogy fejben ott kell lenni minden dobásnál, mert ha az nincs meg, akkor igazából halálra van ítélve a játékos. 2 vagy 3 hete volt Szászváron egy verseny, amit sikerült megnyernem. Első helyezett lettem, úgyhogy arra mindenképpen büszke vagyok, hiszen ez volt az első kupám a dartsban, de remélem, hogy nem az utolsó, és bízom benne, hogy még sok örömet lelem ebben a sportágban. Egyelőre még csak otthon tudok gyakorolni, de ha esetleg komolyabban szeretnék foglalkozni, akkor akár Szekszárdra, akár a Paksi Darts Egyesületbe szívesen csatlakoznék, vagy belépnék. Versenyenként minden egyes forduló végén is hirdetnek győztest, mely ezúttal a dunaújvárosi gévai Péter Dávid lett. Ugyancsak ő vehette át a legmagasabb kiszállónak járó kupát is. Június 8-án a második fordulóval folytatódik a bajnokság, mely novemberben zárul.